Köszöntöm kedves nézőinket, Heti Arc című műsorunk következik, melyben mai vendégem Csatai Gáborné, aki az idei évben elnyerte a Kiskörös Város Sportjáért díjat március 15-én. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is, szeretettel. Még mielőtt itt az elismerésről beszélgetnénk, kezdjük is az elején, hogy hogyan telt önnek a gyermekkora, hiszen ha jól tudom, akkor ön nem kiskörösi, illetve hogyan került Kiskörösre? Hát Izsákon születtem 1961-ben. Nagyon jó gyerekkorunk volt nekünk még akkor, és főleg nagyon sok lehetőséget adott a mozgásra, mert mi is laktunk Izsák egyik végén, Tanyán másik végén Tanyán. Emlékszem, hogy ilyen jó félcombig érő hó volt az árokban, amikor mentünk iskolába, ugye mi is mindent kipróbáltunk, tehát bőven adott mozgásra lehetőséget, illetve utána bent laktunk Izsák közepén, a Kolontó mellett egy új utcába építkeztünk, és ugye ott volt a Kolontó, ahol lehetett télen korcsolyázni, időnként beszakadni, ott volt egy nagy rét, ahol lehetett focizni, még mezitláb, és igaz, hogy ott ilyen tüskés iglice volt, úgyhogy az úgy rendesen edzette az embert, hogy figyeljen, hogy hova lép, tehát nagyon sok lehetőségünk volt. Illetve az utcában nem volt még beton, kint játszottunk egész késő estig ugye az utcán, az egész utca gyereke, és hát rengeteget mozogtunk. Tehát ezek a lehetőségek már a mostani fiataloktól azért hiányoznak. Hogyan került a pedagógusi pályára? Hogyan gondolta a gyermekkorában, miként jött az ötlet, hogy ön pedagógusi pályára szeretne menni, hiszen ugye a későbbiekben ezt tanulta? Hát ez érdekes volt, mert igazából én már gyerekkoromban is, amikor összejöttünk ott szomszéd gyerekek játszani, én már akkor tanítónéni voltam, tehát mindig én irányítgattam őket, meg én, mintha órát tartottunk volna, tehát én nekem már valahogy akkor szimpatikus volt ez a tanári pálya. Annak ellenére, hogy a családunkban és a rokonságban nem volt pedagógus, földművelők voltak, illetve apukám kőműves, fóliáztak, nyuszit tartottunk, tehát nagyon sok munka lehetőség is volt abban az időben, de igazából engem valami miatt ez a pálya megfogott. Mi lehetett az, ami miatt megfogta önt ez a pálya? Hát most így utólag visszagondolva talán a sokoldalúsága. Mert itt tényleg mindenféle kedvét az ember kiélhette, szervezhetett, kirándulhatott, mindenféle programot szerveztünk, versenyeket, tehát ez engem nagyon emiatt megfogott, és mondjuk ami a szépsége, az a nehézsége is, hiszen azért a pedagógusnak hát nem csak a tanítása dolga, hanem rengeteg minden, úgyhogy eléggé lefoglalja az idejét. De nekem tetszett, meg szerettem is. És a pedagógus pálya miatt került Kiskörösre, vagy hogyan került ide városunkba? Hát Kiskörösre akkor kerültem, amikor férjhez mentem, férjem Csatai Gábor, és 1988-ban házasodtunk össze Kiskörösön, és igazából így kerültem ide. Pontosabban mondhatom, hogy el is kerültünk rögtön, mert Budakalászra költöztünk föl. Ott laktunk jó ideig, és utána jöttünk ismét vissza Kiskörösre. És hát ugye ön a Vattaiban is tanított, a KSC Kiskörösi Vattai Technikumban. A sport, a gyermekkorából adódó sportszeretete miatt egyértelmű volt, hogy testnevelő szakra fog menni? Igen, Izsákon általános iskolában, hát nem volt egyértelmű, akkor így mondom, mert Izsákon általános iskolában már röplabdáztam, diákolimpiákra jártunk, csak hát ahhoz a sporthoz nem tudtam fölnőni, mert azért ez a magasság ahhoz igen kevés. Utána jelentkeztem Kecskemétre a Katona József gimnáziumba humán nyelvi szakra, ami megint nem ugye épp a testnevelés. Ott is röplabdáztunk, ott is mentünk diákolimpiára. Igazából Katona József gimnáziumban fiú röplabda csapat volt, akik tényleg nagyon jók voltak, országos döntőkben voltak mindig. Mi azért indulhattunk el, mert Izsákról annyian mentünk a Katonába, egy időben ugye röplabdások, illetve a helyi röplabda klubtól is ugye jöttek lányok, és így el tudtunk indulni, tehát még ott is röplabdáztam egy darabig. A sportot szerettem mindig, gondolom ez a kitérő, ez a humán nyelvi, nem tudom honnan jött annak idején, de rosszat nem hozott, mert az ember megtanult sok mindent, fogalmazni, időnként már most is néha verset írok így haveroknak egy-egy alkalomra, tehát ez azért úgy bennem van, és onnan jelentkeztem utána biológia testnevelés szakra, ahova fölvettek Juhász Gyulára, Szegedre.
És hát ugye a Vattaiban számtalan kupa, mind futball, mind pedig a kézilabda területén számtalan kupa került megrendezésre ön által. Melyek voltak ezek, illetve honnan jött ennek az ötlete? Hát az ötlet nem tőlem indult, tehát én amikor 2001-ben bekerültem a Vattaiba, akkor előtte kolléganők vitték, illetve Udvarhelyi Attila és Dobosini Nagy Gabi vitte a labdarúgást, és ők már azért megalapozták, utána a kézilabdát se én vittem, mert én ahhoz nem igazán értek, hogy így mondjam, azt a pásztorné Molnár Judit vitte, illetve most már a Fenyvesi Évi viszi, tehát nem én vittem. Megalakítottuk a Vattai Diáksport Egyesületet, ez is Udvarhelyi Attila ösztönzésére indult meg igazából 2002-ben, és annak lettem az elnöke, és ott nagyon sok mindent tudtunk csinálni, vagy azon belül pályázatok segítségével, és nagyon sok versenyre jártunk, kupákra, tornákra, diákolimpiákra. Tehát igazából én a focit vettem át Dobosini Nagy Gabrielától, de előtte ezt ő csinálta. Milyen célokat állított maga elé, amikor aktívan elkezdte oktatni a sportot, illetve ezeket mind-mind átvenni, ezeket a szervező munkákat? Miket szeretett volna átadni a fiataloknak? Hát mindenképpen a mozgást, mozgás lehetőségét, hogy legyen lehetőségük minél több helyen, minél több versenyen, minél több tornán részt venni. Ehhez megcsináltunk egy konditermet még a régi iskolánál, ugye, ami sajnos azóta ugye lebontottak. Kerékpárokat vásároltunk, testnevelés órákon kerékpározhattak a gyerekek, túrákat szervezek a mai napig is, ahova szintén jöhettek, illetve hát nagyon sok, tényleg nagyon sok kupán tornán voltunk. Abban az időben nagyon sok volt a délteri területitől kezdve, a Jánoshalmi olimpiai napok, ahol nagyon nagy, ami nagyon nagy rendezvény volt. Hát sajnos azóta Hász László meghalt, aki ennek a irányítója és kitalálója és végrehajtója volt, mert szinte egyedül csinálta az egészet, de nagyon-nagyon nagy és szép rendezvény volt. Melyek voltak a legmeghatározóbb pillanatok, esetleg a legjobb eredmények? Hát ebből azért nehéz válogatni, mert volt jó pár. Hát talán a 40. Rákóczi kupát mondanám, ahova igazából előtte minket nem nagyon hívtak meg, mert minket nem hívtak meg, mi még akkor kicsit kívül estünk ugye Halason, és előtte már ott voltunk a 39-en, mert gondolom csapat visszalépett, és meghívtak minket, és akkor elmentünk. Ott a fiúk ügyesek voltak, nem sokkal maradtak le ugye a győzelmekről, de lemaradtak, tehát igazából ott még nem ért össze a csapat, és következő évre ugye sok tornának, kupának köszönhető, ahol együtt játszhattak, ugye nagyon jól összeértek, és a 40. jubileumi tornáját a Rákóczinak megnyertük, ami tényleg egy szenzációs, mert maga az egész torna szenzációs. Tehát háromnapos tornáról beszélünk, nemzetközi csapat is volt, kettő is Romániából, illetve Szerbiából, nagyon színvonalas, tehát tényleg csak jót lehet róla mondani. Az már annyira nem volt pozitív, hogy azért, amikor már szoros mérkőzések voltak a Rákócziból, akkor már nem csak a játékosok voltak pályán és segítettek, hanem sajnos a bírók is. Ez egy picit elvette a szépségét, de egyébként egy tényleg nagyon-nagyon jó torna. A következő évben, mivel megnyertük, ugye meg kellett, hogy hívjanak minket a 41-re, és ott másodikak lettünk, tehát ott is majdnem nyertünk, és utána már valahogy kiszorultunk a meghívott vendégek sorából. De ez tényleg egy nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek is, nekem is, meg az a hangulat, ami ott van. Tehát az, amit én itt Körösön hiányolok, és szerintem fogok is, ott van a négy iskola, a négy középiskola egymással versengenek, olyan hangzavar és olyan szurkolás van, hogy a gyerekeim először meglepődtek, mondhatnám, remegett a lábuk, hogy ilyen szurkolás közepette, vagy ellenszurkolás mondhatni, közepette kell játszaniuk, de megszokták, tehát ez egy nagyon-nagyon szép dolog tényleg, hogy ott ennyire pozitívan is, meg időnként negatívan is, mert csak ők nyerhetnek, meg, tehát ilyen is volt benne, de tényleg egy nagyon-nagyon jó színvonalú verseny volt. Utána pedig jöttek ugye a diákolimpiai eredmények, hát amatőr kispályáson, hiszen
a futszálban, ahol NB-sek is játszhatnak, ugye hát mondhatom, az nekünk mindig edzőmeccs volt, mindig elindultunk rajta, hogy a csapat összeszokjon, de nem volt esélyünk. Tehát azért NB-s játékos ellen mi, akkor közelben nincs NB-s játékos, tehát labdában nem rúghattunk, de gyakorlásnak, edzésnek nagyon jó volt, és igazából 4 alkalommal sikerült bejutni az országos döntőbe az amatőr kispályás focin, ami ugye azért jó, mert viszonylag kisebb csapatlétszám, ugye 10 fővel lehet indulni, vagy 10 főt lehet vinni, nem lehettek benne NB-s játékos, tehát nagyjából ugye a mi szintünkön voltak, és tényleg ott tudtunk eredményt elérni. Akkor elmondható a kiskörösi diákokról, a kiskörösi sportolókról, hogy nagyon aktívan szeretnek részt venni ezeken az eseményeken. Igen, és azt azért el kell mondjam, és mindig el is mondtam, amikor cikket is írtunk az eredményekről, hogy igazából őket nem én edzettem, tehát ők már tudással jöttek, tehát a foci klubok, az általános iskolákban a foci edzők, ugye őket sok mindenre fölkészítették, tehát én csak összefogtam őket, biztosítottam a lehetőséget, ugye pályázatokkal, amiket nyertünk, hogy legyen felszerelés, legyen mez, legyen melegítő, legyen minden, tudjunk utazni, legyen szállás, étkezés és egyéb, tehát ezeket tudtam biztosítani, illetve a nagyon sok játék lehetőséget, sok tornára, sok kupára mentünk, hogy összeszokjanak, és mint ahogy mutatja is, az eredmény sikerült összeszokniuk. Az biztos, hogy ezek a sportesemények mind-mind nagyon meghatározóak a fiatalok életében. Esetleg voltak nehézségek ezen a pályán? Igen, igen. Hát azért női edzőt nem nagyon látunk, vagy láttak. Most már azért előfordul, vagyis női kísérő, nevezzem így. Hát a Rákóczi kupán is ez egy elég kuriózum volt azért, hogy női edző volt ott, mert ott se jellemző. És ami főleg gondolom nem volt neki kellemes, hogy amikor megnyertük a 40., vagy a fiúk megnyerték, mert ugye egyértelmű, hogy ők hozták az eredményt, megnyertük, akkor az nekik még rossz, még fájóbb volt, hogy egy női edző vette át a legjobb edzőnek járó díjat, külön díjat, de hát nem én nyertem, hanem a csapat igazából, csak én voltam velük. Az biztos, hogy ezek a sporteredményekre mindig mindenki emlékezni fog, aki a részese volt, és hát ugye az ön életét nagyban befolyásolja a sport, és nagyban meghatározza. Esetleg ezt a sport szeretetet a gyermekeinek és az unokáinak is át szeretné adni? Hát mindenképpen a fiaim sportolnak. Soha nem voltak, tehát Krisztián valamennyit játszott versenyszerűen, de nem sokat. Gábor fiam is egy keveset, de igazából nem akartak, tehát nem erre építették az életüket, így mondom. És én mindig azt mondom, hogy le a kalappal azok előtt, akik tényleg ilyen elszántan és ezt bevállalják és csinálják, mert ez egy nagyon nagy megterhelés is, nagyon sok hétvégét, nagyon sok időt elvesz, tehát akik a mai napig is tényleg igazoltan sportolnak és versenyekre járnak, hát azok előtt azért le a kalappal. Hát sajnos azt látjuk, hogy, és ezt mindenki tapasztal, hogy azért egyre kevesebb van ilyen elszánt fiatalokból. Az én gyerekeim is mindig sportoltak, de nem így, tehát nem versenyszerűen. Hát Krisztiánom mai napig véd, tehát ő a srácok csapatába kapuskodik, és a fakupában, illetve a szilveszter kupán szokott szerepelni. Gábor fiam abba hagyta, igazából túrázni szeret, mai napig együtt járunk, amikor megyünk túrázni az egész csapattal, akkor jönnek a fiaim is, most már az unokáim, illetve az ő haveri körük, és így megtöltünk egy buszt azokkal, akik szeretnek túrázni. Pályafutása során milyen díjakat hozhatott haza, miket érdemelt ki, milyen eredményeket ért el a csapatokkal? Hát a csapatokkal ugye ezek voltak a legnagyobbak, amit az előbb itt felsoroltam. Ugye a 2. helyezés az országos diákolimpián, illetve 2-szer bejutottunk, és 13-15. Helyen végeztünk, tehát összesen 4-szer voltunk, illetve ugye a Rákóczi kupa, ami azért egy nagyon nagy dolog volt. Tehát elismeréseket az iskola részéről is kaptam, KTKT részéről,
elismerő oklevelet a munkámért, kaptam korábban a város kiskörös város önkormányzatától is, illetve a KSZ-től is kaptam korábban díjat, és ami a legnagyobb díj volt tőlük, az 2021-ben az életmű díj, amit pedagógus napon Kiskunhalason adtak át. A legutóbbi március 15-i városi ünnepségen pedig ugye kiosztották a városi elismeréseket, amelyen ön a Kiskörös város sportjaért díjat kapta. Hogyan fogadta ezt az elismerést? Hát nagyon örültem neki, mint az összes többi díjnak. Nagyon megható és nagyon szép ünnepség volt. Hát természetesen az ember örül neki, és nagyon köszöni. Milyen céljai vannak az elkövetkezendő évekre, időszakra, a sportot hogyan vezeti be az életébe, esetleg nem tudom, a szabad idejében sportol-e, mivel tölti szívesen a szabad idejét? Hát a szabad időmet sporttal is töltöm, mert heti háromszor még edzek, kétszer tartok női gimnasztikát, egészségmegőrzés szempontjából, illetve hát próbálunk talán egy kicsit még a súlyunkból is lefaragni, de az már elég nehezen megy, illetve péntekenként még mindig összejár a szenior női csapat és a haveri köre focizni, tehát ez továbbra is megmaradt, és erről nem mondunk le. Péntek az mindig egy ilyen hétvégi lezáró, megnyugtató, mindenki kiadja magából a heti feszültséget, és ez mindig egy ilyen jó összejövetel. Illetve túrát is természetesen szervezek, és arra is továbbra is járunk. Gratulálok a Kiskörös város sportjáért elismeréshez, és kívánom, hogy a későbbiekben még rengeteg sporttal tudjon foglalkozni. Nézőinknek pedig megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, és tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!